Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal Veres Attilával ülök le beszélgetni, itt a nagy dolgoknak ez a 31. epizódja már. Mielőtt nekivágunk, megkérnék mindenkit arra, hogy osszátok meg ezt a videót, illetve lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornáinkra, hogyha szeretnétek segíteni abban, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, megtaláltok minket a TikTokon, Instagramon, Facebookon, YouTube-on, illetve hát a weboldalainkon természetesen infobubble, illetve yahoo.hu. Átengedem a szót Attilának, hogy bemutassa magát, az én nézeteimet nagyjából mindenki ismeri, és akkor utána nekivágunk a mai témánknak. Abban maradtunk Attilával, hogy megnézzük Isten létezését, van-e bizonyíték erre, mi az, amit egyáltalán bizonyítéknak nevezhetünk, aztán pedig, hogyha még lesz időnk, akkor áttérünk esetleg néhány téves elképzelés az ateizmussal kapcsolatban, mi az, ami az emberek fejében él. Attila, hagyj adjam át a szót neked, és akkor mutasd be magad. Üdvözöllek! Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Sziasztok, én Attila vagyok, én az ateista oldalt képviselem ebben a beszélgetésben. Nem állítom, hogy mindent tudok, mindent jól tudok, sőt azt sem állítom, hogy egyöntetűen az egész ateista oldalt képviselem, mert azt nem tudom, ugyanis nem egy egységes filozófiáról, vagy egyáltalán filozófiáról beszélgetünk, hanem egyszerűen csak arról, hogy nem vagyunk meggyőződve arról, hogy amit a vallások, vagy istenhívő egyének állítanak, az úgy is van. Én annak idején még gyerekkoromban erősen vallásos voltam, nem mondanám, hogy túlzottan vallásos nevelést kaptam, de azért rajtam volt a nyomás. Én minden esetre mélyen hittem, aztán megrendült ez a hit, próbálkoztam, imádkoztam, kerestem a jeleket, könyörögtem Istennek, hogy ne engedje, hogy elveszem a hitem, nekiálltam a Bibliát olvasni, de hát az volt az utolsó szeg a hitem koporsójában, hogy úgy mondja. A Biblia olvasása. Igen. Mi volt az, ami ebben ellenkező irányba terelt? Teljes mértékben az, hogy nem ismertem rá a Bibliában arra az istenségre, akit nekem tanítottak. Tehát egyáltalán nem egy szerető, kedves, gondoskodó lényt olvastam annak a könyvnek a lapjain, hanem sokkal inkább egy bosszúálló, haragos, hogy is fogalmazzam, majd, hogy nem azt mondanám, hogy önimádó, narcisztikus személyről van szó. Ami most már nagyjából értem, hogy miért volt úgy leírva, ugyanis az eredeti mítoszok szerint a jó, a rossz, meg a semleges, meg minden benne, az így egy személyben központosult, később alakult ki ez a szeparáljuk el a tök jót a tök rossztól. Mit gondolsz? Bocsánat, igen. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ja, mondjad nyugodtan. Nem, azt akartam megkérdezni, hogy ha már itt tartunk, ugye, hogy mi az, amit azt mondanád, hogy jó? Szóval hogyan állapítjuk meg, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz? Mert ahhoz, hogy ugye alkossunk egy véleményt róla, hogy ő ilyen vagy olyan, valami módon meg kell határoznunk azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. De a probléma az sokszor, hogy mindenki saját magának dönti el, hogy szerinte mi a jó, és mi a rossz, és ezért hát jut téves konklúzióra, akár Istent illetően, akár bármi mást illetően a világban. Szóval érdemes azt is tisztázni. Illetve említett egy másik fogalmat, az pedig az, hogy szerető.
még talán azt is lehet, hogy meg tudnánk vizsgálni, hogy mi az, hogy szerető, mit jelent az, hogy szeretet, hogyan tud az megnyilvánulni. Hogyha gondolod, akkor esetleg kifejtheted végül is akármelyiket, hiszen ez volt a fő ok, ami elterelt a teremtőtől, hogy fogalmazzak így, hogy nem találtad őt szeretőnek vagy jónak. Szóval hogyan, mi a te elképzelésed arról, hogy szeret? Hogyan nyilván, mi az? Kezdjük azzal a ponttal, hogy mi az, hogy jó. Próbáljunk meg ebben megállapodni. Szerintem, ha valaki szükségtelen szenvedést okoz a másiknak, akármilyen ürüggyel, az nem lehet jó. Érted? Szükségtelen szenvedést okozott Isten, nem is egyszer, például amikor Mózesékat meg Józsuékat ráküldte a kánaánita népekre, hogy pusztítsa el őket, amikor az özönvizet ide küldte, amikor az egész bolygót az emberekkel együtt elátkozta a bűnbeesés után, Szodoma és Gomorra, tehát szükségtelenül okozott szenvedést. Nem arról van szó, hogy megölöm őket, hanem konkrétan arról van szó, hogy megegyezhetünk abban, hogy a fulladás az nem éppen egy kellemes halál. Megegyezhetünk abban, hogy amikor lebombáznak, és mondjuk nem azonnal halsz bele, az baromira nem egy kellemes halál. Akkor, igen? Azt akartam, jó, értem, hogy szükségtelen, azt gondoltam, hogy de abban megegyezünk, hogy ezek a népek, vagy ezek a területek, illetve ezek az incidenseknek az oka, az igazolt legalábbis a te állát, mert egyáltalán abban meg kell egyeznünk. Mert azt értem, hogy a maga a halál módja az, amire azt gondolod, hogy szükségtelen szenvedés. Persze felmerül a kérdés, hogy hogy tudsz megölni valakit úgy, hogy ne szenvedjen azon túl, hogy lebombázod, és azonnal meghal mindenki, aki ott van, hiszen ugye kén és kénköves tűz, amiről szó van, nem hiszem, hogy ott olyan sok. Lehet, csettinthetett volna, és akkor eltűnik mindenki, de valószínűleg... Igen, csak azt meg kell érteni, hogy van a természetes világnak egy menete, hogyha beavatkozna olyan módon, hogy csak chattinget, azt eltűnnek emberek, akkor könnyen lehet, hogy az egész átfordulna egy ilyen tudományos, fantasztikus műsorba. De a kérdésem az, hogy például a kánaániták esetében te úgy gondolod, hogy a haláluk az igazolt, vagy az sem igazolt? Nem. Az sem igazolt? Nem. Szóval... Nem. Mire alapozod azt, hogy nem igazolt? Csak kíváncsi vagyok, hogy... Azért, mert ők ott élték a saját életüket. Lehet, hogy Isten úgy gondolta, hogy nekem nem tetszik, amit csinálnak, mert ez könnyen lehet, de ez még nem adhat okot arra, hogy a másikat elpusztítsd. Ez most kb. Olyan, mint hogy analógiával élve vagyok én, vagy te éled az életedet a saját magad módján, én élem az életemet a saját magam módján, és akkor foglak, azt elpusztítalak, mert nekem nem tetszik, ahogy élsz. Jogos volt a részemről? Nem. De lényegében ez történik a világban minden nap, amiről most beszélsz. Mármint mikor? Ja, a háború, persze, de nem csak figyelj. A háború, nem csak a háború, hanem a társadalom megegyezik abban, hogy bizonyos viselkedések, illetve viselkedés minták a közösség számára olyannyira károsak, hogy az egyént, vagy az egyéneket, aki részt vesz, abban el kell távolítani a közösségből, és ezt mi megoldjuk úgy, mint egy börtönbüntetés, vagy ugye nem olyan régen volt halálbüntetés, de számos helyen a világban létezik halálbüntetés mind a mai napig. Szóval akkor egy közösségnek szerinted mindenféle viselkedést el kell tolerálnia kellene? A közösség, ha megegyezik abban, hogy mi ezt a viselkedést nem toleráljuk, akkor rendben van. Ők kiszabják a büntetést adott területen, adott törvények értelmében, ők azt csinálnak, amit akarnak. Nem mondom, hogy ez feltétlenül helyes, vagy jó, vagy jogos, de ha az a közösség ebben megállapodik, áldásom rá. De amikor egy másik közösség azt mondja, hogy akkor őket elpusztítjuk, mert ők így élnek, mert nem a mi törvényeink szerint élnek, ahhoz nekik nincsen jogalapuk. Ezért kellett ez az isteni
utasítás, hogy ezt, mert tudták tökéletesen, hogy immorális, amit tesznek, és ezzel igazolták. Ugyanez történik ma is. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Lényegében. Nem probléma. Telefon kikapcsolt. Ugyanezt történik ma is. Úgy értem, hogy a szekuláris világrend is ezt teszi. Elég csak megnézni az Egyesült Államokat és az Egyesült Államok nemzetközi politikáját. Akinek nem tetszik a viselkedése, azt az Egyesült Államok azonnal megtámadja és a földdel teszi egyenlővé. Persze értem, hogy ettől még ez nem jó, de azt akarom mondani, hogy Isten ide vagy Isten oda, az Egyesült Államokra mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy az egy Isten követő apparátus vagy közigazgatási forma, hiszen a törvényeit, ha megnézzük, akkor egyértelműsíti. Csak azt akarom mondani, hogy ez nem kell Isten, ők megindokolják ezt Isten nélkül is. Azonban azt mondtad, hogy a közösség úgy találja, Isten maga az, aki megteremtette a világot, szóval ő az, aki megszabja a szabályokat, és a te gondolkodásmódod értelmében ez fair, ugyanis te azt mondod, hogy ha egy adott területen él egy közösség, és az megegyezik egy bizonyos rendben, akkor az elfogadható és morális. Ő a legfelsőbb közösség ezen a világon, ezért hát ő is morális azért, hogy úgy döntött, hogy nem fogadja el azt, amit a kánaániták cselekednek azon a földön. Én nem azt mondtam, hogy ha megegyeznek, az morális ebben a kérdésben, hanem azt, hogy azt csinálnak, amit akarnak, ha ők megegyeztek. Azt mondtam, hogy ettől még nem feltétlenül lesz jó vagy jogos a dolog. Tehát most... Hát akkor meg mindegy, mert úgy értem, bocsáss meg, de akkor mindegy, mert Isten meg úgy döntött, hogy ő nem fogadja el azt. Szóval akkor őt jó. Sem lehet elítélni, hogy ő jó. De akkor ez nem lehet mércéje a jónak vagy rossznak. De igen, mert szükségtelen szenvedést okoz, tehát rosszat tesz. Tehát ő, tehát aki rosszat csinál, az nem lehet jó. Tehát aki konkrétan gonosz, rossz dolgokat csinál. Ez a szükségtelen szenvedés, ennek mi a mércéje, az objektív mércéje? Tehát objektív mércéje. Például amikor én elmegyek egy orvoshoz, mondjuk egy műtétre, akkor ott utána, meg hát nyilván műtét közben nem érzem, de utána én szenvedni fogok. De ennek az az oka, hogy én utána jobban leszek, vagy azért szükséges, mert én utána jobban leszek, mert máshogy nem tudnak meggyógyítani. Ott nem tesznek velem rosszat, ott nem szükségtelen az esetleges szenvedésem. De amikor én oda megyek valakihez, amikor a hatalmamban áll, hogy ennyivel eltöröljem, és fogom, és lenyomom a fejét a vízbe, és belefojtom, például, na az gonosz és szükségtelen. Ezt mondod te. Úgy értem, hogy a te elgondolásod szerint ez gonosz és szükségtelen. De van erre valamilyen objektív mérce, vagy bármiféle törvény, vagy tudományos elv, vagy eljárás, hogy ez szükségtelen szenvedés, ha én lebombázok egy területet, és ott az emberek elégnek? Hatalmatban áll, hogy máshogy végez velük, vagy nem. Nem hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy ő csettingethet és eltüntethet népeket, hisz a világnak van egy rendje, amit követnie kell, különben, ahogy mondtam, az egész átalakul, és túlságosan egy ilyen science fiction műsorrá válik, ha ő csak chattinget és eltűnnek népek. Szóval, ha azt nézzük, pillanat, ha azt nézzük, hogy a lehetőségére álló választási alternatívák közül, én úgy gondolom, hogy a leghumánusabbakat választotta, ami a legrövidebb ideig tart, hisz egy ember, vagy egy akármi megfullad néhány perc alatt, míg elég ugyanúgy néhány perc alatt. Ettől nem tudom, hogy választhatott volna azokon a természetes lehetőségeken belül egyszerűbbet, meg gyorsabbat. Szóval én szerintem ő megtett mindent demonstráván azt, hogy az ő célja nem az volt, hogy fájdalmat okozzon, hanem az, hogy eltörölje azokat, akiknek nincs helye a világon.
Nem tudom, amikor így a természet által meghatározott szabályokról beszélünk, akkor nem esett nehezére kivenni Ádám bordáját és abból létrehozni Évát. Vagy például az sem esett nehezére, ott se korlátozta a természet törvénye, amikor a földporából teremtette az embert. Ott miért nem szabályozta a természet, és 1000 évvel később miért? Értem, amit mondasz. A továbbra is megmarad az, amit mondtam. Ja, akkor úgy gondolod, hogy elaltathatta volna előtte őket, és utána lebombázza valahogy így lett volna, vagy valami, ad nekik valami érzéstelenítőt, és akkor fel lett volna? Bocsi. Minden jó. Picit megszakadtam. Ja, ok. Én továbbra is hallottalak, meg láttalak. De én csak azzal nem értek egyet, hogy én nem látom, hogy hol volt annyira fölösleges szenvedés. Sőt, hogyha megvizsgáljuk... Ha valakinek bármire is, és ez most függetlenül attól, hogy ateista, teista, akárkicsoda, ha valakinek valamire, ami neki nem tetszik, az a reakciója, hogy tömeggyilkol, erőszakhoz folyamodik, akkor az nem jó. Pont. Tehát ha valakivel összeveszel az utcán, és arcon csapod, az részedről egy jó dolog, még akkor is, ha jogos, akkor is. De ahogy mondtam, ezt mi gyakoroljuk, minden társadalom gyakorolja ezt, sőt, minden egyén gyakorolja a büntetést. De az lényegtelen, mi a teista álláspont szerint tökéletlen lények vagyunk, ő viszont egy tökéletes lény, aki mindent tud, és minden hatalom birtokában van. Ez nem egészen így van, ugyanis nem tud mindent megtenni. Hogy is tudna? Miért is? Hiszen ő hozza a szabályokat. Igen, de már meghozta a szabályokat, ahogy mondtam. A természeti világnak már megvannak a szabályai, és azon belül operál ő is. Ezért, amiket mondasz, javaslatokat, azok nem lehetségesek, hiszen azok kívül esnek a természetes világon, hogy csak csettincsen is lehet. És amikor az egyiptomiaknak az első szülöttét a 10. csapásban egyszerűen álmukban megölte, ők nem szenvedtek például. Ő náluk miért volt lehetséges, kánaánitáknál miért nem? Vagy én azt is szívesen elmondom, hogy szerintem miért van úgy, ahogy van, de még most felmerül több dolog, de az, hogy az még akkor az sem tisztázott, hogy a kánaániták rászolgáltak erre, vagy sem. Mi van akkor, hogyha te nyilván nem fogadod el a Bibliát, mint egy egyetemes igazságot, de én csak ennek a keretein belül tudok erre választ adni. Szóval csak azt akarom, hogy legalább egy ilyen fajta belső kritika szerint elfogadható-e a döntése, ezt akarom megtudni. Értesz? Részemről nem. Részemről abszolút nem. Jó, várjál, csak azt akarom felolvasni, hogy azt írja Mózes 3. könyve 18-as fejezetben kifejezetten kánaánitákról, hogy ne cselekedjetek úgy, ahogy Kánaán földjén cselekeztek az emberek. Szóval ne cselekedj úgy, ahova beviszlek Kánaán földjére, ahogy azok cselekszenek, és a 18-as fejezetben felsorolja, hogy ezek az emberek miket cselekednek. Ezek közt olyan dolgok szerepelnek, mint például a vérfertőzésnek mindenféle változata. Az összeset felsorolja, amit a kánaániták és az egyiptomiak gyakorlatszerűen cselekedtek ebben az írásban, ezzel indokolja meg. Ezen kívül a házasságtörés, a gyermek áldozat különböző istenségeknek, az állatokkal való fajtalankodás, ez mind része ennek. Ami miatt az a büntetés elérkezett a kánaánitákra. Így sem indokolt szerinted a döntése? Őszintén nem mondanám, hogy halált érdemelnének. Még így sem. Szóval azt mondod, hogy ha valaki szexuális kapcsolatot létesít a saját lányával, az zárják be. Ennyi. Vagy oké? Okay. És ha ez társadalmi szinten gyakorlattá válik, akkor mit teszel azzal a társadalommal? Hát ez egy jó kérdés.
Megmondom őszintén, én nem vagyok politikus. Én társadalom szinten, hát nem hiszem, hogy ilyesmi gyakorlattá válna társadalom szinten, mert egy elég erős természeti fékünk van erre. Ha körülnézel most a világban, akkor az ellenkezőjét tapasztaljuk most, ahogy ez a hedonisztikus, materialista életfelfogás terjed a világban. Mára már a fiú lány lehet, ha azt mondja, a lány fiú, át lehet operáltatni magad, csinálhatsz mindent. Kérdés, hogy kinek mi a szexualitása, de szerinted ez egy valós megállapítás, hogy társadalom szinten elterjedt, hogy apa a lányával. Igen. De egy érdekesnek találom, hogy... Szerintem ez egyáltalán nem egy ritkaság ma a világban. Előfordul. Hogy nem fordul elő, de ez meg van ítélve, tehát mindenki által. Tehát én is elítélem azokat az embereket, akik ilyesmit csinálnak. De ez a társadalom nem ítélte el őket, hisz látjuk Szodoma és Gomora esetén, hogy az egész közösség együttesen egyetértett azzal, hogy erőszakolják meg azokat a férfiakat, sőt azt mondja, hogy ez egy gyakorlattá vált a kánaánitáknál. Amit szeretnék mondani, az nem feltétlen az, hogy támadjam a te álláspontodat, hanem inkább az, Attila, hogy csak ha azt akarom mondani, hogy létezik egy társadalom, ahol ez a gyakorlat általánossá válik, az káros hatással van a környezetében élő társadalmakra, ugyanis terjed tovább ez a gyakorlat, és a teremtő úgy gondolta, hogy ebből elég volt, ezeket eltöröljük innen, mert javulásra nincs esély, szóval ezekre nincs szükség, mert nincs értelme a létezésüknek. És akkor ő honnan tudta, hogy javulásra nincs esély? Miért nem kezdte mondjuk azzal, hogy megjelenik nekik? Mint ahogy Mózesnek megjelent, mint ahogy ennek, annak, amannak megjelent, megjelenik ezeknek a kánánitáknak, azt mondja, gyerekek, ez így nem lesz jó. Ne csináljátok. Mert különben. Nézd, nekünk megjelent, mint Jézus vagy Jahusa HaMashiach, mégse hisz benne mára senki. Szóval mit tudna csinálni, mikor megjelent az ő szava itt, emberként járt a földön, meghalt, feltámadott, mennybe ment, mégse hiszel neki. Mirá bizonyíték? Mirá a bizonyíték? Ha Isten például folyamatos kapcsolatban állna velünk, tehát nem úgy, hogy trust me bro, hogy higgyél, mert higgyél, hanem konkrétan kapcsolatban állna velünk. Szóval mit tudna csinálni neked, hogy most te higgyél? Hát mondjuk, ha itt besétálna az ajtón, kezet nyújtana, szia Attila, Isten vagyok. Az honnan már tudnád, mondjuk, hogy ő Isten? Hát nyilván demonstrálná. De hogy? Akárhogy. Ha megkérném, hát nem tudom, valamit kitalálnék, hát most így hirtelen, mit tudom én, teremts ide nekem, mit tudom én, egy bögre teát. De én azt mondom neked, hogy az én életemben demonstrálja magát, de te nem hiszel nekem mégse. Mert én hiszek. Szóval értesz? Én hiszek, és én azt állítom, hogy az én életemben demonstrálja magát félreérthetetlen módon, mégse hiszel nekem. Ott van az, hogy te hiszel. A szubjektív véleményed már elfogult. Tehát te, ha valami olyasmit tapasztalsz, akkor elsődlegesen neked az lesz a gondolatod, hogy ez ezért van. De ez nem így volt. Én nekem volt időszak, amikor én azon az oldalon álltam, amikor te úgy, hogy én soha nem voltam felekezett tagja 8 évvel ezelőttig, soha nem olvastam a Bibliát, és soha nem is imádkoztam 8 évvel ezelőttig. És én pontosan tudom, hogy milyen az, amikor kijelenti magát az embernek, még akkor is, ha nem úgy, hogy besétált az ajtón. Szóval én nem hittem, és elkezdtem hinni, mert megláttam a világban őt. De az a kérdésem most, hogy tudom bebizonyítani, értesz, hogy én elmondom neked, hogy ez így van, de mégse hiszel, és azt kívánod, hogy jöjjön be az ajtón, és nem tudom, mit csinálja. Ez csak egy példa volt, de figyelj, én azt elhiszem, hogy te úgy gondolod, hogy te neked ő kinyilatkoztatta magát. Ebben én nem kételkedek. Persze. Amiben én kételkedek, hogy te valóban azt tapasztaltad, amit tapasztalni véltél. És itt kellene objektív bizonyítékot mutatni. Mert én, mint kívülálló, most ne érts félre, nem bántani akarlak, de én nem tudom eldönteni csak így, hogy te most igazat mondasz, az ugyanaz.
Nem, az az ellenkező. Igazat mondok, vagy hazudok? Hát jó, de gyakorlatilag ugyanaz ebből a szempontból, hogy nem tudom eldönteni, hogy igazat mondasz, hazudt, tehát, na érted. És honnan tudod, hogy te nem képzelődnél, hogyha bejön az ajtó? Mi a bizonyíték arra, hogy nem azt mondanád, hogy fú, megőrültem, képzelődtem, láttam Istent? Valószínűleg ez lenne az első gondolat. Akkor minek jelenjen meg, hogyha úgyse hinnéd el azt, amit csinál? Hát, mert ha megjelenik, akkor nyilván hagy olyan nyomokat, amiket... De arra is az, de arra ugyanúgy az lenne a válasz, hogy ha ez csak képzelődés volt, vagy egy álom, vagy egy mit tudom én mi. Szóval az a helyzet, hogy nagyon nehéz, amit kérsz te, meg minden ateista, ezzel, hogy... Mondok, hogy a szabadba vágok. Nem, nyugodt. Bejönne az ajtón, itt lenne egy pohár víz, azt mondanám, te ezt változtass borrá, légy szíves. És ha mondjuk én még feltételezném, és megtenné nekem, és mondjuk én még feltételezném, és hogy csak képzelődtem, hogy itt valaki bejött az ablakon, de mivel nem iszom, nincs bor, azaz, tehát nincs bor a házban, akkor hogy került ide egy pohár bor? Világos. Ez már egy részemről egy elég meggyőző bizonyíték lenne, és ráadásul nem csak én látnám a bort, hanem ha bejönne párom, akkor ő is meglátná. Világos. És ő is megtehetné, hogy ezt honnan szedted. Értem, szóval kívánsz egy jelet, amit ő nem hajlandó megadni, úgy tűnik. Hát, mi van akkor, nem, ha ő úgy gondolja, hogy majd megmutatja magát úgy, ahogy akarja, és nem úgy, ahogy te akarod? Hát nézd, ha ő kapcsolatba akar lépni velem, akkor ne az legyen a feltétel, hogy én feltétel nélkül higgyek benne, hanem ha én keresem őt, hogy szeretnék vele kapcsolatba kerülni, akkor ne bujkáljon, meg ne legyen szégyenlős, hanem akkor igenis válaszoljon. Mert hogyha most te beszélni akarsz velem, és én mindenáron eltűnök, meg elbújok, akkor neked mi a... És akkor nem lehetséges az, mint ahogy szerintem ez van, hogy csak figyelmen kívül hagytál, meg hagysz számtalan jelet, mint ahogy oly sok ember a világban, és a szőnyeg alá söpröd azt azzal, hogy ez a véletlen műve, hogy ez egybeesés, hogy csak bebeszélem magamnak, hogy ez a szerencse, hogy ez amúgy is így lett volna, ez egy millióból egy. Miközben ott lenne végtelen jel, amit felismerhetnél, és azt mindet ő hagyja, és azt szeretné, hogy ahogyan vezeted a morzsákkal magadhoz, a, például mondjuk a kisgyereket, vagy a tyúkot, úgy vezetne magához, és kinyilatkoztatná magát idővel, és te csak figyelmen kívül hagyod ezeket, mert vársz erre a nagy jelre, miközben ott van a szemed előtt. Hát erre megkérdezem azt, hogy miért nem tud akkor egyértelműen jelet adni? Miért kell mindig valamibe valamit belelátnom, és kényszeresen azt figyelnem, hogy hú, na ez egy jel lehetett? Miért nem tud egyenesen az ember elé állni, és azt mondani, szia, én vagyok? Miért kell ezeket a kis morzsákat gyűjtögetni? Aki nem egyértelműen beszél, az nem tisztességes. Arról nincs szó, hogy nem egyértelműen beszél, arról van szó, hogy te nem érted az egyértelmű jelet, mert te másként fogalmazod azt meg magadnak, vagy interpretálod, vagy tolmácsolod magadnak. Szóval én nem benne keresem a hibát. De ha nekem mutat valamit, és én azt nem értem, akkor az lehet, hogy neki egyértelmű, mert ő tudja, hogy mire gondol, de én meg nem vagyok gondolatolvasó, én nem tudom, hogy ő mire gondolt, vagy mi a szándéka, vagy miért olyan jeleket ad, ami mással is magyarázható. Nézd. Az egyrészt azért, mert amit említettél, hogy miért kell neked annyira figyelni. Pont az a lényeg, hogyha valakit meg akarsz találni, akkor azt keresed, arra figyelsz, és azt teljes szívből próbálod kideríteni, nem csak tesztelgetni próbálod, hogy csinálja azt, amit te akarsz. Ez az egyik, szóval innen lehetne tudni mindenkinek, hogy valóban keresi-e őt, hogy hajlandó feláldozni mindent azért, hogy megtalálja, vagy nem. Hisz ha az ő szempontjából nézem, mit akarjak én olyan emberekkel együtt lenni, akik, hogyha majd én mutatok nekik csodákat, meg akkor elkezdenek szolgálni, mert akkor tudják, hogy én vagyok Isten, és kénytelenek lesznek azt csinálni, amit mondok, különben elpusztítom őket. Érthető? Szóval én se akarok olyan emberekkel lenni, akik így félig meddig keresnek engem, meg akarnak. Mindenki azokat választja barátjának, akik 100% odaadással keresik őt. Ez így van az ő esetében is. De te nem bünteted az örök idők végéig azt, aki nem a barátod. Mint ahogy ő se. Nem. Uh-uh. Mindenki a paradicsomba fog kerülni. Nem. Mindenki jut. Nem mindenki. Aki nem a paradicsomba kerül, az egy idő után elpusztul a tűz tavában, és örökre nem fog létezni. Szóval tehát nem bünteted.
már részesül. De azért, mert azt... És alatt vagy nem, megszűnik létezni. Az a büntetése, hogy nem létezik. Ami örökké. Választhatott volna másik utat is, de azt választotta. Hát, és? Ezek a játékszabálya. Most, ha barátom vagy, akkor jössz velem a buliba, ha nem, akkor el leszel pusztítva. De ez így van az emberrel is. Milyen bűn az? Tehát, miféle véges bűnt tudsz elkövetni, aminek jogos és arányos büntetése a végtelen büntetés. De ez nem, a szenvedés nem végtelen, ez világos. De én most nem erre gondoltam. Úgy érted, hogy elpusztul az ember, a lelke elpusztul az, akár a tűztavában, és soha többé nem létezik az örök büntetés? Így van, hogy milyen bűnt tudsz elkövetni, milyen bűnre tudsz gondolni, ami miatt. Amit ugye véges idő alatt tudsz végrehajtani, tehát egy véges szintű bűnt tudsz elkövetni. Hogy egy véges szintű bűnnek milyennek kell lennie ahhoz, hogy azért egy végtelen büntetést kapjál. Nézd, felajánl a lehetőség mindenki számára adott, csak cselekedje azt, ami amúgy is helyes és gyümölcsöző saját maga számára, ezáltal szolgálván őt és a jó ereje lenne a világban az ember, ha választaná teremtőt. Ennek ellenére, ha nem őt választod azért, mert neked fontosabb bármi más, akkor én szerintem az csak fair, hogy a végén ő sem téged választ, hanem azt mondja, hogy nézd, te meghoztad a döntést ott, szóval viszlát. És ráadásul ez nem örök büntetés, hisz nem tudsz róla. Szóval számodra az egy véges büntetés. Hát de akkor sem fogok létezni soha. Nem? De még most létezhetsz örökké, csak a jó oldalt kell választanod. Szóval, és nem kell semmit tenned. Szóval semmi olyasmit nem kér, nem tudsz mutatni semmi olyasmit a Bibliában, ami neked a károdra lenne, ha azt cselekednéd, ami oda le van írva. Nem véletlen. Csak azért, mert boldogtalannak érzi magát valaki? Így van. Csak azért, mert valaki boldogtalan, csak azért, mert egy felnőtt boldogtalan, azért hagyja ott a párját, és nevelje egyedül a gyerekét, vagy a gyerekeit. Ezt akarod mondani? Ez egy jobb megoldás. Még ez is jobb annál, mint hogy a gyerek abban nő fel, hogy a szülők marják egymást. Mert ezek nagyon súlyos nyomokat hagynak a gyerekeken. És utána az anyuka, vagy apuka, akárkivel van a gyerek, utána összejöhet mással, lehet boldog családi környezet, anyukával, meg apukával utána tarthatja a kapcsolatot. Szóval eldrifteltünk másik területekre, most már ilyen mix családokról van szó, amik így összejönnek, ami egyáltalán nem ugyanolyan, mint az eredeti. Ezt mindenki tudja. Plusz a másik az, hogy a kérdésem az volt, hogy csak azért, mert boldogtalan valaki. Nem az, hogy ütiveri, vagy megerőszakolja. Most pusztán arról volt szó, hogy csak azért, mert valaki boldogtalan. Nincs veszélyben testileg, nincs veszélyben, csak boldogtalan. Az egy ok szerinted arra, hogy felbontsa a családot, és egyedül nevelje a gyerekét. Annak ellenére, hogy az egyedülálló gyermek, amennyiben az anya neveli, mint ahogy most van a társadalomban, mindenféle hátrányokat szenved statisztikailag. Ennek ellenére a boldogsága a felnőttnek fontosabb, mint a gyermeknek a boldogulása. Jól értem? Jól érted, hogy azt a részt érted jól, hogy igen, ha boldogtalan, akkor bontsák fel a házasságot. Járják a külön saját útjukat. Mégpedig azért, mert a boldogtalanság az egyrészt depresszióhoz is vezethet. Mindenféle lelki problémához vezethet. A boldogtalanság előbb-utóbb megmérgezi a szülők kapcsolatát, és akkor már lesznek olyan problémák, amik sokkal súlyosabb hatással lesznek a gyerekre, mint az, hogy az anyuka egyedül neveli. És akkor nem az lenne a megoldás, hogy megpróbálni dolgozni azon, hogy az a két ember kialakíthasson egy kapcsolatot, amely nagyszerű, hanem hagyja ott. És ha nem megy, mert nyilván nem arról beszélünk, hogy jaj, én most szomi vagyok, úgyhogy váljunk el, hanem hogy megpróbálják helyrehozni, de egyszerűen elidegenednek egymástól. De elhűlnek. Hogy lehetséges az, hogy a társadalom, amíg a rendszer az volt, hogy a válás egy szégyen, mint ahogy az egy szégyen, hogy a válás az egy kudarc, a házasság kudarca, mint ahogy az egy kudarc, és ez egy
egy társadalmi stigma volt. Addig a társadalom úgy tűnik, hogy jobban működött, mint most, hogy mindezeket a szabadságokat garantáljuk a feleknek. Statisztikailag sokkal jobban lecsökkent a nők öngyilkosságának a száma, mióta a válás lehetőség. Nézd, ezt a statisztikát nem ismerem, de utána fogok nézni, szóval én ezt csak elfogadom. Az, hogy lehet, hogy mióta ez a kultúra van, amiben most élünk, a női emancipáció és feminizmus, azóta viszont, különösen az utóbbi időben a mentális betegségeknek az aránya a nők körében, illetve az gyógyszert úgymond használók száma viszont sokkal jobban megnőtt, mint valaha. Hogyha annyira boldog életet tud élni úgy, hogy fűvel, fával lefekszik, meg elválik, amikor akar. Hogy lehetséges ez? Most én nem értem, hogy mi a kérdés, ugyanis most nem arról volt szó, hogy az, hogy a válás lehetősége adott, az rögtön azt fogja eredményezni, hogy akkor ő full boldog lesz, hanem ez azért fontos, mert egy toxikus, mérgező kapcsolatból ki tud lépni, amikor akar. Nincs rákényszerítve, hogy ő ebben a kapcsolatban benne maradjon. De mi ebben a jó? Hát most mondom, hogyha valaki benne van egy olyan kapcsolatban, amiben nem akar benne lenni, mert boldogtalan, mert ez, mert az, mert amaz. Most csak boldogtalanról volt szó, nem a többiről nem. Most már most már boldogtalanság okozza a válások többségét, nem az, hogy valamiféle veszély fenyegeti a nőt, hanem csak az, hogy boldogtalan. Szerinted az normális dolog, hogy együtt élsz valakivel, akivel nem vagy boldog? Szerintem az a normális, hogy egy gyerek érdekeit kell nézni, nem a felnőttét. Szóval, ha szülök 2-3 gyereket, akkor felelősséggel tartozom azért a 2-3 gyerekért, és az én boldogságom háttérbe szorul. A gyerek boldogulása. De most magyaráztam el az előbb, Roli, de az nem igaz, de az, amit mondasz, az nem úgy van, az a probléma. Szóval a válás nem, azért, mert a válás szüli ezeket az embereket, akiknek mindenféle hátrányt okoz az, hogy apa nélkül nőnek fel, mint ahogy a statisztikák azt mutatják. Érted? Szóval a válás káros a gyerekre nézve. A toxikus családi környezet úgy szintén, a fene már ebbe a monitorba. Na. Attól függ, mi a toxikus. Attól függ, mi az, hogy toxikus. Értesz? Szerinted a szülőknek a hangulata a kapcsolatban nincs hatással a gyerekre? Nézd, én csak azt akarom mondani, hogy az élet nem arról szól, hogy te mindig jól érzed magad, meg boldog vagy. Szóval vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, és azokon az ember átdolgozza magát. Tessék? Ha folyamatosan boldogtalan vagy, mert jó, nem mindig lehet az ember mindig happy, meg nem lehet sunshine állandóan, de ha valaki folyamatosan boldogtalan, és folyamatosan abban él, és már gyomorgörcse van, amikor hazamegy, mert már egyszerűen nem szereti azt, akivel van, emiatt, mert boldogtalan vele. Nézd, én akkor is úgy gondolom, hogy ha folyamatosan boldogtalan, akkor az csak egyel több ok, hogy jobban megválogassa a partnerét, és egy tanulság legyen mások számára, de ő már húzta ezeket a kártyákat, szóval így járt. Hát de épp ez az, ember, épp ez az, hogy a keresztény, meg úgy általában az ilyen vallásokban, a szexualitás az egy tabu, az nem szabad. Erről nincs szó, hogy ez nem szabad, azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, ami szexualitással jár, szóval nem tudom, honnan jött az, hogy tabu. A házasság előttre értettem. Hát csak természetes, hogy az, hát hogy ne lenne az? Az káros a házasság előtti szexualitás. Na, ebben akkor egyet értünk, hogy ez tényleg van egy ilyen kitétel. Kell, hogy legyen. Az tabu. Ott vannak a horny tinédzserek, akik már alig várják, hogy mert érzik a késztetést, ugye? Alig várják már, hogy részük legyen benne. Beleugranak az első kapcsolatba. Házasság, templom, minden. És szerinted így ki lehet alakítani egy full egészség... Jó, ki lehet, mert van ilyen, hogy találkoznak első látásra szerelem. Van, aki még az első partnerével van. De másoknál ez nem működik. Pontosan azért, mert nincs tapasztalatuk, beleugranak... De nem is volt! 100 évvel ezelőttig arról, amiről beszélsz most, az volt a gyakorlat, mégis túlélték az emberek, és itt vagyunk. Most, hogy bevezettük ezt az abszolút degenerált, erkölcstelen életmódot,
hogy azok a tinédzserek, akikről beszélsz, most nem házasodnak össze, és ugyanúgy házas életet élnek, csak számos partnerrel, szerinted az jobb, mintha házasságot kötne egy partnerrel, és esetleg abban a házasságban boldogtalan lenne. Szerinted jobb, hogy 30 éves koráig összegyűjt két futballcsapatnyi partnert az élete során, és majd utána próbál találni valakit, akivel az életét leéli? Ez jobb. Ha neki ez jó, egészségére. Kinek árt vele? Őszintén. Mindenkinek. Mindenkinek árt vele. Azért, mert szerintem 10 évesen váltogatni valakinek a szexuális partnereit, az nem csak degenerált, hanem káros. Hát 10 évesen azért annyira nem jellemző. Nézd, tudnék keresni biztos gyorsan statisztikát, hogy mekkora a tinédzser terhességek száma Magyarországon, vagy mikor veszíti el a szüzességét egy átlagos lány Magyarországon, vagy fiú. De biztos nem 20 éves korában. Szóval azt akarod mondani, hogy az jobb, még egyszer, az jobb, hogy egy 15 éves lány elmegy bulizgatni, és mire 25 évesen férjhez megy, van 20 partnere, az jobb, mintha 16 évesen talál magának valakit, és esetlegesen boldogtalanul él le az életét. Miért az jobb, hogy 13 évesen meg 14 évesen már férjhez adják, 15 évesen már anyuka? De ilyen nincsen. Hogy ne lenne? Hol? Hát a saját szemben láttam Budapesten, 8. kerület. Jó, de törvényesen ilyen nincsen, amiről beszélsz most. Szóval értem, hogy előfordul bizonyos kultúrkörökben, de legálisan nem tudod megtenni. De tudod, mi a bizarr? De tudod, mi a bizarr, Attila? Hogy azt mondod, hogy 13 évesen hozzáadni valakihez az abszurd, mint ahogy szerintem az is. Szóval nehogy az legyen, hogy én a gyerekházasságokat akarom, mert nem. Mert úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen egy bizonyos életkor, ami alatt igen, bizarr a lányt különösen, de a fiút is akár házasságra adni. De attól, hogy nem házasodnak meg, még ugyanúgy élnek házas életet. Én ezt nem értem. Akkor miért nem vagyunk felháborodva azon, hogy 14, 15, 16, 17 évesek fűvel, fával összefeküdhetnek? Egyrészt itt arról, tehát 13, 14, 15 évesen előfordul, de annyira nem jellemző, inkább 16 fölött jellemző már az aktivitás. Viszont itt pont ott van a nagy különbség, hogy amit te mondasz, az egy életre szól, tehát ott hibának helye nincs. Sokszor úgy mennek bele a gyerekek, hogy tehát abban, amit mondasz, hogy nem tudják, hogy mit szeretnének. Nem tudják, hogy mit szeretnek. És nincsenek akkor jobb, tisztán, hogyha fűvel, fával összefekszenek előtte. Most végig légy szíves. Tehát, ha nem tudod, hogy mit szeretsz, és mit szeretnél, és úgy vágsz bele egy ilyenbe, és utána már benne vagy a házasságban, és akkor jössz rá, hogy basszus, nekem ez nem jön be, basszus, nekem ez nem jó, akkor ott vagyunk, hogy akkor jó, engedjük, hogy váljanak el. Mint az, amikor valaki aktívan tapasztal, éli az életét, érted? De figyelj, például ez a kettős mérce, ez nagyon vicces. Nem, várjál, most már nem menjünk el máshova, most akkor ezt a pontot zárd le, amit szeretnél ezzel mondani. Ezzel most, hogy, mert még egyszer, nézd, de azt mondod most, ha jól értem, azt mondod, hogyha valakivel köt egy házasságot, én szerintem, ha engem kérdezel, én nem tudom, hogy, mert a Biblia nem nagyon ír arról, hogy ki hány éves volt, mikor házasságot kötött. Úgyhogy arra nem nagyon tudunk alapozni, hogy ó, a Biblia így vagy úgy. De én azt gondolom, hogy akkor is az atya elképzelése nem az volt, hogy 13-14 éves lányokat eladjanak házasságra. Viszont tegyük fel, 17-18 éves, szerintem az már egy olyan életkor, amikor elkezdheti. Mint ahogy el is kezdődik, mert most néztem meg a szüzesség elvesztése 18,4 év Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy ez az átlag, tehát rengeteg van, ami ez alatt van. Szóval a felnőtt kora előtt veszíti el a lányoknak egy jelentős része a szüzességét. És ezt normálisnak tartjuk, és arról nincs szó, hogy hány partnere van. Szóval jobb szerinted, ha egy nőnek
vagy férfinak van X partnere élete során, és váltogatja azokat, mint hogyha egyhez ragaszkodik egy életen át. Őszintén kíváncsi vagy az álláspontomra? Őszintén, abszolút érdekel, hogy szerinted melyik a jobb? Az a jobb, hogyha van egy tucat, és aztán próbál valakivel egy kapcsolatot kialakítani, különösen nő egyébként, mert a férfi egész másként viselkedik, de a nőkre, ha koncentrálunk, vagy van egy, de azt alaposan megválasztja, alaposan, és utána áll össze vele. Nem úgy, hogy ó, majd ezzel összeáll. Hogy válassza meg, amikor abszolút nincs tapasztalata, nincs viszonyítási alapja? Neki nem kell, hogy legyen tapasztalata, ezért vannak a szülei, meg a felnőttek körülötte, hogy megmondják, hogy... És a szülei tudják, a szülei azok tudni fogják, hogy ő ezt szereti. Nem, azt nem feltétlen tudják, hogy ő azt szereti, de azt akkor se tudod, ha lefekszel 20-szal, és majd a 21-edikkel próbálkozol. Szóval a 20-nak nincs köze ahhoz, hogy te ki tud választani, hogy mi az, amit szeretsz. Miért? Most figyelj, hogy fogalmazzam meg, hogy jó legyen. Az a baj, hogy... Én azt nem értem, hogy a 20-nak miért kell lefeküdni 20 emberrel ahhoz, hogy tudjam, hogy a 21-dik jó lesz nekem. Ezt nem értem. Nem fogod tudni, hogy a 21-dik jó lesz akkor neked. Akkor miért nem fog... már válasszak egyet, és hagyjam ki a 20-at? Ne, félreértesz. Ez nem arról szól, hogy én lefekszek 20 emberrel, és tudom, hogy akkor a 21-dik jobb lesz. Ez az önismeretről szól, hogy én lefeküdtem X emberrel, akikkel X dolgokat csináltunk, és tudom, hogy... Ez durván hangzik, amit mondom. Ez durván hangzik. Nézd, ezt meg lehet csinálni. Ezt meg lehet csinálni egy emberre, és tudod, én akkor elmondom, hogy mi lenne. Mondok egy olyat, hogy ki van téve egy csoki torta, egy narancs torta, meg egy banántorta, de te mindig a csoki tortát eszed. És akkor honnan tudod, hogy esetleg te a narancstortát nem szeretnéd jobban, ha meg se kóstolod, mert te a csoki tortához vagy hű? Nézd, ha értem az analógiát, csak ugye a probléma az, hogy a házasság meg a párválasztás ez egy sokkal nagyobb horderejű dolog, de hogyha rá akarjuk ezt vetíteni a házasságra, akkor én úgy gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy ne hozzam ezeket az abszurd példákat. Az írás egyértelmű, hogy mi az, amit az atya eltervezett. Az atya azt tervezte el, hogy lesznek szülei a gyereknek, akik cselekszik azt, ami helyes, akik tudják, hogy milyen egy jó ember, és azt ki tudják választani a lányuknak, és aztán megkérdezik a lányuktól, hogy nézd, ez az ember szimpatikus számodra, ahogy volt az a Rebeka történetben, akit érdekel, meg tudja nézni, Genezis első fejezet, azt hiszem 24 körül, mikor kiválasztják Rebekát Izsáknak, hogy megkérdezik Rebekát, hogy akarsz menni ezzel az emberrel, vagy sem. Szóval lezsíroznak mindent. Úgy, hogy nem is látták a férfit. Mindenben megállapodnak, és megkérdezik a nőt, hogy nézd, akarsz-e menni, vagy nem, és ő azt mondja, hogy igen, és azt mondják, hogy jó, menjél. Szóval ennyire nem számított az, hogy az milyen az ágyban, mekkora, mennyi tapasztalata van. Mert tudták azt, hogy az mind kialakul majd. Egy morálisan, erkölcsileg jó embert kell választani a házassághoz, és utána a többit már meg tudják oldani az emberek. Értesz? És erre nem ad megoldást az, amit te mondasz. Számomra meg ez volt nagyon bizarr, amit mondtál. Kiválasztanak egy fickót, akit nem is láttak előtte, megkérdezik a lányukat, aki szintén nem látta előtte a fickót, hogy akarsz-e menni, mert ezt mondják róla, azt mondják róla, a lány megy, aztán ha meg elmegy, és mondjuk rossz lóra tett. Mi az, hogy rossz lóra tett, mikor ismerték az apját, az apja volt Ábrahám, akit mindenki mindenhol tisztelt? Szóval tudták... Az, hogy az apja olyan volt, az azt jelenti, hogy Izsák is olyan lesz. Nézd, ha mi, akkor mi alapján hozod meg te, tehát értesz? Akkor mi alapján próbálod meg a döntést majd kieszközölni? Szóval honnan vonod le te a konklúziót, ha nem onnan, hogy milyen a szülei? Azt mondjuk, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Szóval még a nép is tisztában van azzal, hogy ez így működik. Azért, mert a gyerek a mintát a szüleiről veszi, szóval ha az ő szülei tiszteletben állóak, erkölcsösek, és
olyan szerepet töltenek be a társadalomba, ami általában véve konstruktív, akkor ők úgy voltak vele, hogy az egy jó ember, és az a mi lányunknak megfelelő. Ha nem akar menni, a lány ne menjen. Olyanra sose volt példa, hogy a szülők azok tényleg jó emberek, nagyra becsült emberek, a gyerekük pedig egy, hát most elnézést a kifejezésére, egy darab szar. De rengeteg példa akadt erre is, de akkor, de, ez, akkor, de a te általad javasolt megoldás nem küszöböli ki ezt? Mi az, hogy mondjuk egy felnőtt ember nem életet él, kitapasztalja, hogy ő mit szeret, és utána azt keresi a másikban? Az mindenféle káros hatása. Nincsen ingyen nem. az, hogy te neked számos partnered van, az nincsen ingyen, csak szerinted. Csak te gondolod azt, hogy élhet valaki szexuális életet X partnerrel, és annak nem lesz káros következménye az egyénre nézve. Hogy érted? Ezt most már egy pillét szíves, mert nem értem. Én arra gondolok, hogy nem élhetsz szexuális életet számos különböző partnerrel anélkül, hogy megfizetnéd az árát. És az, mit érted alatt, hogy megfizeted az árat? Az ára például az, hogy sokkal nagyobb az esélye, hogy szexuális úton terjedő betegséggel kapcsolatba kerülsz, ami esetleg lappangó. Ez az egyik például. A másik az, hogy sokkal nehezebb lesz egy nőnek különösen rendes kapcsolatot kialakítani egy férfival, minél több partnere volt szexuális, ugyanis azokhoz kötődni fog, hisz így működik hormonálisan, ezért mondom kifejezetten a nőt. Sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy aztán a házassága boldogtalan lesz, statisztikailag, hogy ahogy váltogatja a nő a partnereit. Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy ő utána megcsalja a férjét, hiszen nem értékeli annyira a párkapcsolatot, mivel már volt számos. És ezekre én tudok mindenkinek mutatni statisztikát, hogyha szeretnéd, csak nem akarom vesztegetni az időt, de ha gondolod, fel tudom őket hozni, és meg tudom mutatni, hogy mindaz, amit elmondtam most, statisztikailag így van. Szóval erre gondolok, hogy ez az ára annak, hogy te kísérletezel. És úgy, hogy ez a kísérletezés megy, és ezzel átadom a szót, megy ez a kísérletezés, úgy is a házasságok 45%-a válással végződik, ami azt jelenti, hogy még mindig ez nem ad megoldást. Először is. Ezért kell normálisan felvilágosítani a gyerekeket. Tehát nem az, hogy jaj, szexuális felvilágosítás, annak nincs helye az iskolában. Észre kell csinálni. Védekezni kell. Nem az, hogy úgy, ahogy van, menjünk. Igen, meg kell válogatni a partnert, de ez nem azt jelenti, hogy csak egy partnered lehet egész életedben. Mert nem. Kettő. Mi a haszna, hogy... Igen, igen. Azt mondod, hogy szükség van a szexuális nevelésre, ami fair. De mi a haszna, mi az a kor, ahol elkezded? De most el fogunk térni a házasságtól, meg ettől a témától. Szóval szerintem ez egy nagyszerű... Maradhatunk a házasság kérdésnél. De attól függetlenül majd... én aláírom, hogy szükség van valamilyen szintű szexuális nevelésre, még akkor is, ha nem értek egyet azzal, hogy az iskola ennek a helye. Hát mivel nagyon sok szülő abszolút tabunak kezeli a témát, valahol csak kell intézni. Tehát másrészt, hol tartottam? Mi volt még? Erről beszéltél, hogy a szexuális nevelés, ha felvilágosítanánk, akkor az valamit segíteni ezen az egészen, de a probléma igen. Az, hogy ez nem így van. Igen? Oké. Szóval, az önmagában, hogy valakinek több partnere van, az nem azt jelenti, hogy ő azonnal tudni fogja utána, hogy ő mit akar. Ez azt jelenti, hogy nagyobb eséllyel látja meg önmagában, hogy neki mire van igénye. Mert lehet, hogy amire Juliskának igénye van, azt Laci bácsi nem fogja tudni neki megadni, mert ő neki meg nem jön be. De Juliska nem is tudná, hogy van rá igénye, ha nem lett volna előtte 20 partnere. De bizony, tudná. Honnan? Onnan, hogy esetleg nem olyan jó neki. Honnan tudja, hogy nem olyan jó? Szóval azt mondod, szóval akkor inkább ne is tudja meg, hogy mit szeret,
csak hogy Laci bácsival együtt legyen. Így van, szerintem az fontosabb, igen. Ez volt az oka annak. Nézd, tudom, hogy furcsa hangzik, azért, mert mi most benne élünk ebbe a pervers, degenerált társadalomban, ami azt próbálja elhitetni velünk, hogy a legfontosabb dolog, hogy mi jól érezzük magunkat, és boldogok legyünk, és mindent és mindenkit használjunk ki annak érdekében, mindenféle rendszert, embert, magunkat is, csak hogy mi boldogok legyünk, meg jól érezzük magunkat. Ezért hangzik furcsának, amit mondok. Én azt mondom, hogy nem lenne igénye rá, mert nem tudná, hogy létezik az a dolog. És az, hogy tudja, hogy létezik, az nem garantálja, hogy az ő házassága boldog lesz utána, mint ahogy mutatja a statisztika ma. De az a baj, látod, hogyha nem is tudja konkrétan, hogy ő mit szeretne. Mert volt ilyen ismerősöm konkrétan, aki nem tudta, hogy ő mit szeret, és valahogy nem volt jó neki a partnerével. Tehát nem azzal volt a baja, hogy a partner viselkedett, hanem egyszerűen nem érezte jól magát. Előbb-utóbb elhűl emiatt a kapcsolat. De nem tudták ezt megbeszélni? Nem lehet ezt? Nincs olyan ember körülöttük, egy közösség, aki tudna segíteni, hogy ezt próbálják megoldani, ezt a problémát? Épp ez az, hogy ő sem tudta, hogy mi a probléma. Pont azért, mert ebben ez volt a hozzáállása. Hogy ő sem tudta, hogy itt valójában arról van szó, hogy amit ő szeret és igényel, azt nem kapja meg. Erre azután jött rá. Ez férfi vagy nő? Nő volt. És ezért elvált, azért, mert nem tudta, hogy mit akar, de nem kapta meg, ami jó neki. De úgyhogy ő maga nem, se tudta, hogy mit akar. Azért vált el, mert mivel nem kapta meg, amit igényelt, ezáltal elhűlt a kapcsolat. És eltávolodtak egymástól. Ezért váltak el. De hát akkor honnan tudja, hogy a szex miatt volt ez, ha nem tudja, hogy mi volt? Azért, mert utána már rájött erre. Egy másik emberrel. És van ennek a párnak van gyereke? Nincs. Nézd, én azt mondom, hogy az erkölcsi normát ő meghatározta, és a családot, illetve a társadalmat tartotta szem előtt. És a partnerek, a szexuális partnerek váltogatása az káros a társadalomra nézve. És ha kell, én szívesen mindenkinek a rendelkezésére bocsátom ezeket a végtelen tanulmányokat, amik erre nézvést készültek. Szóval a legfontosabb egy társadalom túlélésében az a házasság intézménye. Ugyanis azért, mert a házasság biztosítja a megfelelő alapot a felnövekvő generációnak. Nincsen fontosabb intézménye az emberi létnek, mint a házasság. Ugyanis a gyereknek szüksége van az apára, meg az anyára akkor is, ha azok esetleg nem a legnagyobb boldogságban élnek, mert még mindig az a legjobb konstrukció. És minél inkább pusztítjuk szét ezt az intézményt, ami a házasság, úgy fog szétesni a társadalom, amint azt látjuk magunk körül. Érthető? Ezért? Hát én nem látom, hogy a társadalom szétesne. Nem látod. Majd a konstrukció, amit egyesek preferálnak, az megingott, és mint mindig a történelem folyamán van egy shift az egészben, de nem fog szétesni a társadalom azért, mert mondjuk valaki nem házasságban él. Ez nagy butaság, amit mondasz. Ez nem így van. A társadalom lehet, hogy át fog alakulni, de nem fog szétesni. Nem lesz társadalom, ugyanis nem születik elég gyerek, mivel az emberek nincsenek eléggé egymáshoz elköteleződve. Ugyanis a fogamzás... Születnek gyerekek, és itt megint... Egy pillanatot, és akkor elmagyarázom, hogy miért mondom azt, hogy nem születik elég gyerek szerintem. Ugyanis van egy fenntarthatósági rátája egy társadalomnak, ami 2,1 gyerek per nő. Magyarországon 1,5 gyerek születik minden egészséges felnőtt nőre. Ami azt jelenti, hogy nem születik elég gyerek ahhoz, hogy a társadalom fenntartsa magát. És ezt nem csak én tudom, ezt minden közgazdász tudja, minden politikus tudja, hogy a napjaink meg vannak számlálva, ugyanis nem fogjuk tudni fenntartani a társadalmat, és amint lecsökken a dolgozóknak a száma egy bizonyos szint alá,
az azt jelenti, hogy előregszik a társadalom és az összeomlik. Szóval mi már egy haldokló társadalomnak a részei vagyunk, csak még ezt nem tapasztaljuk. És ennek az oka az, hogy szét van bombázva a család, meg az emberi kapcsolatok. Igen? Ennek semmi köze a házassághoz, ennek sokkal inkább gazdasági okai vannak. Mert nyomni kell a melót, mint az állat, ahhoz, hogy te fent tudjad tartani a családodat. Ebben igazad van, hogy számos faktor közrejátszik ebben. Sokszor még két emberre is nehéz, nem még, hogyha szülnek mellé három gyereket. Így inkább van. Emiatt születnek kevesebben a gyerekek, semmint azért, mert nem házasok. Tehát nagyon sok olyan ismerősöm van, akik hivatalosan nem házasok, de van gyerekük, és 20x éve együtt élnek. Azt nem tudom, hogy nagyon sok-e, vagy nem, azt tudom, hogy én is ismerek ilyen embereket, és én nem azt állítom, hogy az egyetlen faktor az, hogy az emberek nem kötnek házasságot, de abban megegyezhetünk, hogy nem is tudnak már ma házasságot kötni, ugyanis nincs értelme házasságot kötni, mert a házasság nem jelent semmit, amiatt a gondolkodásmód miatt, amit te felvázoltál az előbb, hogy az ember csak egyszerűen felrúgja az ígéretét, amit tett arra nézvést, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, míg a halál el nem választ, egyszerűen csak felrúgja azért, mert boldogtalan. De ezt fel tudom, vagy meg tudom ígérni házasság nélkül is, be tudom tartani házasság nélkül is, de látod, itt pont erről van szó, a két kapcsolat között a különbség, hogy még az egyik, ahol nincs házasság, és úgy vannak együtt, sokkal őszintébb, mint ahol van a házasság, ahol jogi procedúra, ha egyáltalán el tudsz válni, és ha engedélyezett a válás. Mert ha nem engedélyezett a válás, ahogy mondod, akkor az egy kényszerhelyzet. Az kényszer, akárhogy nézem. Mit gondolsz, miért volt úgy, hogy én egyébként azt is elfogadom, amit mondasz, hogy vannak, nézd, én értem, azt hiszem azt akarod mondani, hogy a házasság az csak egy fikció, és igazad van. A házasság az pusztán az emberek fejében él, az nem egy fizikális dolog. Az embereket azt tartotta össze, hogy létezett egy társadalmi stigma, hogy a válás az egy szégyen volt, és ez a judeo-keresztény, különösen a keresztény életfelfogásnak a, én szerintem gyümölcse volt ez a hozzáállás a házassághoz. Létezett egy, ez a társadalmi stigma mellett egy törvényi gát is, ami azt jelenti, hogy nem volt olyan egyszerű a válás, szóval kénytelenek voltak az emberek együtt maradni. Illetve volt egy gazdasági része is, az pedig az volt, hogy nem tartotta el senki a te zabi gyerekedet, hogyha elváltál, mint ahogy most eltartja az állam, vagy eltartja valaki más. Úgyhogy ezek mind összességébe véve, meg a szégyen, ami csatlakozott a váláshoz, jelentették azt a kohéziót, ami a házasságokat egybe tartotta. Szóval én ezt elfogadom, hogy ez így van, hogy a házasság az pusztán egy ilyen fikció, és ezért hát lehetséges, hogy papír nélkül is emberek együtt élnek. Ezt én aláírom. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo a útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo a útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.